Köszöntöm a köztér nézőit. Hosszú tervezési folyamat után végre megkezdődhet a velencei tavi partfal rendezése, helyreállítása, rehabilitációja. A második Orbán kormány idején mintegy 700 millió forint uniós pályázati pénzből megtörtént a tervezés. Az, hogy a beruházás hogyan és miként zajlik, illetve milyen pénzből valósul meg, hamarosan megtudjuk. Hosszú tervezési, előkészítési munka után zöld utat kapott a velencei tavi partfal komplex felújítása. A tó vízminőségének javítása, a partmenti területek természetközeli állapotának biztosítása, környezettudatos rehabilitációja Európai Uniós támogatásból valósulhat meg. Ez a beruházás, ahol vagyunk, a velencei partfal rekonstrukció, az 14 milliárd forintból valósul meg, és természetesen Európai Uniós támogatással, de a hazai jelentőség is nagy ennek a beruházásnak. Miért fontos beruházás ez? Hát azt gondolom, nem kell magyarázni senkinek, hogy a velencei tó milyen fontos szerepet tölt be Magyarország életében, akár a fürdőkultúrájával, akár a rekreációs lehetőségeivel, és azért valljuk be, hogy ez elavult a jelenlegi rendszerben, nagyon öreg művek vannak, nagyon kevés lehetőség volt a fenntartására, megfelelő fenntartására. Ezen most változtatni kíván a kormány. Én azt gondolom, hogy nagyon jó program, egy hosszú távon élhető velencei tónak a megteremtése. A KEHOP keretében megvalósuló projektre az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma nyert támogatást. A beruházás végeredményeként a tó a távoli jövőben is fenntartható és üzemeltethető lesz. Nem úgy, mint az elmúlt 50 évben, amikor folyamatosan romlott a vízminőség, illetve kezelhetetlen területek, nádasok alakultak ki sok helyen. Ez egy jó beruházás. Ha stabilizálni tudjuk a tó állapotát, ami most azt gondolom egy kicsit instabil, a műveket meg tudjuk újítani, ha tudunk például olyan területeket kialakítani, ahol lehet a kotárt anyagot kitenni, akkor meg tudjuk teremteni ennek a tónak az állandó szolgáltatását, és nem úgy járunk, mint az előző ciklusban, hogy egy folyamatosan romló velencei tavat kell néznünk, hanem egy folyamatosan jó állapotú tavat nézhetünk a következő 50 évben. Milyen szempontok alapján kell a munkatervezést ilyenkor elkészíteni? Bele kell gondolni, hogy melyek azok a folyamatok, amelyek persze az emberi beavatkozás, de a természetes változás következtében is gyorsan változnak. Mi lehet itt? Például a tóba érkező hordalék. Ha ez a végtelenség folyik, akkor nyilván megszűnik a tó. Tehát ezért például hordalékfogó területeket kell kialakítani. És ha mégis belemegy, az nyilván levegő hordalék, azt el kell távolítani, ennek a helyét meg kell teremteni. És így tudjuk a tó állandóságát fenntartani, de akár beszélhetnénk a vízminőségjavító részeiről is a projektnek. Ezek
teremtésével én azt gondolom, hogy folyamatosan tud szolgáltatni a tó megfelelő fürdővizet, megfelelő ökológiai feltételeket, és hát ne felejtsük ki a horgászokat is, hiszen az ő számuk is ugrásszerűen megnőtt. Mikor kezdődik majd a munka, és mit tapasztalnak ebből a fürdőzők, a horgászok? Hát gyakorlatilag az hivatalosan az indító projekt. Én azt gondolom, hogy nyilván egy-két évet várni kell, és ezzel a türelmet kérjük, de most egészen biztos vagyok, hogy egy sokkal szebb velencei tavat fogunk visszaadni. Megyében én nem emlékszem rá, hogy lett volna még ekkora beruházás. Szerintem ez magáért beszél. Ha összehasonlítjuk mondjuk a területi operatív programnak a megyei forrásaival, akkor a 106 Fejér megyei településen összesen 35 milliárd forintot lehetett elkölteni, és ez a beruházás maga 14 milliárd. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a megvalósulást követően, ami azért sok-sok munka, hiszen 2021 augusztusi a véghatáridő. Szerintem ezt követően egy új időszámítás fog elkezdődni a Velencei tó partján. Azon felül, hogy nyilván a helyiek nagyon örülnek ennek a fejlesztésnek, azt is elmondhatjuk, hogy ez egy munkahelyteremtő beruházás lehet, hiszen a térségen ebben a területben dolgozók munkát kaphatnak erre az időszakra. Ez egy óriási beruházás, tehát nyilván van ilyen szerepe is, de akkor látni kell, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor az építőipar az maximálisan túlterhelt, azt gondolom, hogy igen, van ilyen szerepe, de talán mégsem ez most a legfontosabb, hiszen a munkanélküliségi adatok itt a Velencei tó környékén is soha nem látott mélységben vannak 4% alatt, tehát valószínűleg nem ez a legfontosabb szempont, hanem az, hogy itt tényleg egy gyönyörű természeti környezetben vagyunk, nagyon régóta van rá szándék, 30-40 éve, hogy hozzá kellene nyúlni a partfalhoz. Én úgy gondolom, hogy a 13 óta az előkészítésben eltelt néhány év olyan terveket hozott, ami szép és felelős, és azt az irányt fogja mutatni, amit várunk, hogy megmarad a természet szépsége, de sokkal látványosabb lesz a partszakasz, és sokkal hasznosabb is vízgazdálkodási szempontból, vízes élőhelyek szempontjából, növények, halfajok szempontjából, úgyhogy azt gondolom, hogy várakozhatunk egy új korszakra itt a Velencei tó környékén, amihez, hogyha még párosul az, hogy kiemelt turisztikai területté válhat, mint ahogy azt már első olvasatban a kormány tárgyalta és támogatta, ha megszületik a végső döntés, szerintem ez a kettő együtt valóban nem hiszem, hogy túlzás, egy új időszámítást indíthat a Velencei tó környékén. Thank you.
cél, hogy a tó arculatához illeszkedő megoldások valósuljanak meg, javuljon a part és a vízfelület megközelíthetősége, megszűnjenek a ma még komoly gondokat okozó vízelvezetési problémák is. A partfa mellett a kikötők megújítása is megtörténik. Hosszú évek munkájának az eredménye a mai nap, vagy inkább úgy mondhatnám, hogy egy nagyon fontos állomása, hiszen 3 évvel ezelőtt nekiálltunk a Velencétó környéki kikötőknek és partvédművek megtervezésének egy 700 millió forintos európai uniós pályázatból, a mai nap pedig az Országos Vízügyi Főigazgatóság magát a megvalósítást is megkezdi, hiszen 14 milliárd forintból föl fogjuk teljes egészében újítani az elmúlt évtizedekben megrongálódott, lepusztult, korszerűtlenné vált partfalakat. A mai partfal az 1970-es években alakult ki. Azóta jóformán semmi sem történt a tavon, ami a vízminőség javítását szolgálta volna. A Velencei tó partszakaszainak közel 2/3-át kibetonozták a 70-es években. Ez nem volt a legszerencsésebb. A nyugati part szakaszon, ott hála jó Istennek a természetvédelmi terület miatt érintetlenül meghagyták a parti részeket. Az előttünk álló időszak az arról fog szólni, hogy a betonos partszakaszokat teljes egészében megújítjuk, sok helyen kibontjuk, és egyfajta rekultiváció, rehabilitáció fog megtörténni. De mint hogy az elmúlt 20 évben az időjárás, a jég, a egyébként rendeltetésszerű használat is kikezdte a betonos partszakaszokat, ezek mind-mind katasztrofális állapotban vannak, tehát ott, ahol megmarad a beton, ott is teljesen új betonozás révén fog kialakulni egy korszerű partvédmű. A kikötőknél még rosszabb a helyzet, hiszen a mai szabályoknak már a csónak kikötők nem felelnek meg. Mindenhol el kell bontani a régi betonelemeket, amelyek egyébként szintén rossz állapotban vannak, és korszerű a mai szabályoknak megfelelő csónak kikötőket és hajó kikötőket kell kialakítani. A munkálatok várhatóan 2021. augusztus végéig tartanak. Elsimon László szerint a tervekben szereplő összes fejlesztés megvalósításához további kormányzati segítségre lehet szükség. Szakaszosan fogja végezni az OVF, illetve a közbeszerzés megnyert konzorcium a munkálatokat. Körülbelül 2 évet fog igénybe venni, sőt kérni fogjuk a kormány segítségét, hogy majd további munkálatokat, mederkotrást és néhány partmenti szakasznak a helyreállítását is meg tudjuk végezni, tehát még egy további 3 milliárd forintra lesz szükségünk. A szakaszos munkavégzésnek az az értelme, hogy a turistákat ne veszélyeztessük, illetve a turista szezon ne veszélyeztessük, ezért azokon a strandokon, ahol nyáron sokan megfordulnak, nyilvánvalóan ősszel és tavasszal kell majd a munkálatokat végezni. A beruházás nem a teljes partszakaszt érinti. A Dényési Fertő és a Velencétó nyugati medencéje az egy egészen különleges védett része, Magyarország egyik legszebb természeti értéke. Az úszólápokkal, a fantasztikus madárvilággal, a nádasokkal. Tehát ez egy csoda, amire vigyáznunk kell. A mostani felújítás ezt a szakaszt egyáltalán, vagy ezt a részét a tónak egyáltalán nem érinti. Tehát csak és kizárólag az ember által megalkotott elemekhez fogunk hozzányúlni. Thank you.
Abba bízom, hogy egy 50 éve várt fejlesztés fog most elkezdődni. Mi nagyon izgatottak vagyunk, nagyon reménykedünk abban, hogy ez meg fog férni a turizmus mellett, hiszen abban maradtunk a szakmai vezetővel, hogy megjelölhetjük azokat az időpontokat, amelyek a város életét nem zavarhatják, meg a turizmus lendületét nem boríthatják föl. És én hiszem abban, hogy a 2020 év végére ez a projekt elkészül, és teljesen felvirágzik itt a környéket tekintetben is. Hogyan tudja a város segíteni ezt a beruházást? Ugye egyeztetünk a vállalkozókkal, látjuk és ismerjük a turizmus mozgását, a rendezvényeinket, és egyébként minden más területben, amiben biztosítani kell, valamint a fővállalkozóknak, alvállalkozókkal, helyi alvállalkozókkal segítjük a munkáját, illetve a lakosság felé folyamatosan kommunikáljuk akár az ő, akár a mi gondolatainkat ezzel kapcsolatban. Azt ígérik, hogy egy gyönyörű, megújult part várja majd az itt élőket, tehát úgy tűnik, hogy megéri a türelem és a várakozás. Igen, én azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van erre az itt élőknek. Nagyon jó, hogy felújítják végre a partfalakat, illetve a kikötők is megújulnak, valamint ez a kótrás már régóta váratott magára, és ha jól tudom, akkor a szigeteket is rendbe rakják, ami azt gondolom, hogy ennek a tájnak egy nagy kincse. Amennyiben egy másik kormánydöntéssel kiemelt turisztikai területté válhat a tókörnyék, akkor újabb fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg. A folyamat a végső szakaszába lépett, hiszen a kormány a Magyar Turisztikai Ügynökség előterjesztését első olvasatban támogatta, és a budapesti agglomeráció részeként Etyek és térségével, valamint a főváros keleti agglomerációjával együtt kiemelt turisztikai területté teheti. Köszönjük a figyelmet, ez volt már a Köztér, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!